Biogazdálkodás, ökotermesztés, őshonos tájfajták és egészséges táplálkozás. Ezekről szóltak ma Nyíregyházi Egyetemen. A rendezvényen elhangzott, az ökológiai gazdálkodás a mai vidék gazdasági, társadalmi fejlődésének fontos eszköze, az egészséges, preventív hatású táplálék kibocsátása pedig a 21. század népegészség ügyének is egyik legfontosabb kérdése. Egy óriási érték a magyar agráriumnak a megőrzött régi fajták készlete, és az, hogy elérjük őket, nagyon-nagyon értékek vannak a vidéken is, és a génbankokban is. Mivel ezek a fajták a biogazdálkodás körülményhez nagyon hasonló körülmények között jöttek létre, hiszen őseink sem műtrágyát, csak kénanyagokat nem alkalmaztak, hanem azt a gazdálkodási rendszert modernizáltuk, amit ők annak idején használtak, ezért ezek az őshonos fajták és tájfajták, ezek otthon vannak a biogazdálkodás körülményei között. Hogyha azt szeretnénk, hogy az állapotukat megtartsák és szerepet vállaljanak az emberek táplálásával későbbiekben is, akár nemesítési alapanyagként, akár a megőrzött formájukban, akkor meg kell őket őrizni, és ez egy nagyon-nagyon fontos küldetés a biogazdálkodásnak, hogy ezeket a feltételeket biztosítsa. Rosszik Péter hozzátette, a megyében gyakori, hogy a gazdálkodó generációkon keresztül őrzik az őshonos tájfajták magvait, a növények termesztéséhez szükséges tudást pedig egymás között osztják meg. A Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézetének igazgatója szerint a konferencia lehetőséget nyújt arra, hogy az őshonos és ökotermesztéshez szükséges tudást szélesebb körben is megosszák egymással, az elhangzó ismeretanyagokat pedig folyamatosan beépítik majd a képzési tantervekbe. A képzések megújítása soha nem történhet egyik napról a másikra. Ebben az évben megjelentek az új képzési és kimeneti követelmények, ezek alapján természetesen át kell gondolnunk, át kell néznünk a jelenlegi képzési kínálatunkat és struktúránkat, és ennek a folyamatnak a része lehet az, hogy ezeket az új ismeretanyagokat beépítjük az oktatásba. És természetesen a duális képzés a másik ilyen terület, amit kiemelt prioritásként kezelünk az intézetben. Az agrár szakképzésért felelős helyettes államtitkár a konferencián elmondta, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar stratégiai terület az ország szempontjából, ezért az oktatás átalakítása és a kistermelők lehetőségeinek szélesítése kiemelt feladat. Mind a felsőoktatás, mind pedig a középfok területén a közelmúltban került áttekintésre a képzési kínálat, és több változat is bevezetésre került. Például a középfok oktatásban a korábbiakhoz képest nagyobb súlya jelennek meg az élelmiszeres szakmák. Itt kifejezetten, amire szeretnék célozni, az a kistermelő élmeszer előállítás, amiben én azt gondolom, hogy nagy perspektívák vannak. Nyilvánvalóan fontosak a nagyüzemek az élelmiszergazdaság szempontjából, de jó lenne az, hogy minél több kistermelő kezdene el azzal foglalkozni, hogy nem csak megtermeli a javakat, hanem azokat feldolgozza és meg is próbálja és értékesíteni is próbálja. Román István hozzátette, ehhez Európai Uniós források is rendelkezésre állnak, a vidékfejlesztési programban pedig mintegy 300 milliárd forint van elkülönítve az élelmiszergazdaság fejlesztésére.